Az Európai Bizottság első féléves munkáját értékelte az Alapjogokért Központ. Az elemzésben egyebek mellett az is olvasható, hogy a Soros Györgyhöz köthető nyílt társadalom hálózat, illetve a nagy amerikai technológiai cégek képviselőivel tárgyalnak a leggyakrabban az uniós biztosok. Tarjú Ditt Itanilla kolléganőm kérdezi mai első vendégét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Szárusz Balázs! Mai első vendégünk Kovács Attila, az Alapjogokért Központ projektvezetője. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Egy új kutatásban elemezték az EU Európai Bizottság első féléves tevékenységét. Ugye itt a híd szerepet szánta magának az új bizottság, ezt mondta Ursula von der Leyen akkor, amikor megválasztották. Akkor ő a közép-európai országokkal szemben is új hangnemet ígért. Mi derül ki ebből az elemzésből? Mennyire sikerült megfelelni ezeknek a célkitűzéseknek? Hát az első fél évben azért meglehetősen korlátozottan tudta az Európai Bizottság, illetve az Európai Bizottság elnöke az általa felvázolt célokat elérni. Hogy ebben mennyire van benne a mostani Covid-válság, ez most egy másik beszélgetés téma is lehetne, de az látszik, hogy ugye a nagy csinadrattával beharangozott például geopolitikai bizottságnak a koncepcióját nem sikerült az elmúlt 6 hónapban tartalommal feltölteni. Ugye a elemzésben a Európai Bizottság elnökének tagjainak a találkozóit, a napirendjét, az agendáját vizsgáltuk, több mint 2500 vagy közel 2500 találkozót. Ebből az rajzolódik ki, hogy az Európai Bizottság elnöke ugyan Donald Trump-al a globális nagy szereplők vezetői közül találkozott, de például nem volt ideje sem az orosz, sem a kínai, vagy éppen indiai elnökkel való találkozóra, és enélkül azért globális szereplőként definiálni az Európai Uniót azért meglehetősen nehéz. Itt erre az úgynevezett geopolitikai bizottság szerepre visszatérve, ugye itt, amikor a költségvetésről mennek a viták, a tárgyalások, illetve most a helyreállítási alapról, ez akár meg is mutatkozhatott volna, hiszen lett volna tér képviselni ezt a fajta szerepet. A helyreállítási alap az ugye egy nagyon érzékeny téma most, pont a számítások, amelyet a kollégáimmal végeztünk, azt mutatják, vagy az elemzés, hogy például a Szlovákia nagyságrendileg, vagy abszolút értelemben velünk egyenlő forrás fog kapni, noha népesség számában a Szlovákia ugye elmarad Magyarországtól, tehát egy olyan igazságtalanság kezd kibontakozni itt a szemünk előtt, amelyet azt gondolom, hogy elemzőként, véleményformálóként nem hagyhatunk szó nélkül. Ami viszont a tanulmányban érdekes, és a magyar vonatkozásait akkor hadd emeljem ki, hogy Várhelyi Olivér biztos például a nagyon előkelő 8. helyen végzett ezen a listán, ami azt jelenti, hogy azok a találkozók, azok a témák, amivel ő foglalkozott, azok részben tartalmilag nagyon fontosak, az Európai Uniós Magyarország szempontjából, lásd Ukrajna, nyugat-balkáni országok lehetséges jövőbeni csatlakozása az Európai Unióhoz, részben pedig nagy aktivitással kezdett a Várhelyi Olivér a munkájába, tehát magyar vonatkozás szempontjából van nagyon pozitív hír. Azt is érdemes kiemelni, hogy elnökként számomra kicsit csalódást okozott, hogy von der Leyen csak a 4. ezen az említett listán. Az aktivitás lista? Igen, ez az aktivitás lista. Érdemes még kiemelni talán azt is, és magyar vonatkozásban ez is örvendetes, hogy egy úgynevezett nemzeti részrehajlási mutatót dolgoztunk ki az Európai Bizottság tagjai számára. Ugye a jogszabály értelmében, az Európai Bizottság működési szabályai értelmében egy biztos nem képviselheti közvetlenül a tagállama érdekeit, és nagyon sokszor a renitens tagállamok biztosait azzal büntetik, legalábbis a kommunikációs térben, hogy a saját országainak az érdekét csatornázza be, képviseli a bizottság napi szintű működésébe. Most megállapítható, hogy kis tagállamok, hogyha nem sértem meg őket, Horvátország, Málta biztosai végeztek az élen, de Várhelyi Olivér a lista 2. felében található, még egyértelműen pozitív. Itt az NGO-k tevékenységét is vizsgálták. Nekik milyen szerepük van az Európai Unióban, az Európai Bizottság tagjaival? Hogyan tartják a kapcsolatot? Mit állapítottak meg? Két csatorna van alapvetően egy nem kormányzati szervezet előtt, hogy az Európai Unió jogalkotását, döntéshozatalát befolyásolja. Az egyik az az, hogy a bizottság hivatalos, nyilvános társadalmi vitájában mindenki számára nyilvánosan elmondja a véleményét. A másik pedig azt mondom, hogy titkos lobby találkozók, vagy azt mondom, hogy a lobby találkozók ténye maga nem titkos, de az zárt ajtók mögött elhangzottak titkosak. Ez a második út. Azt látjuk az elemzésből, hogy a nagy NGO-k nem az első, a nyilvános utat választották, hanem személyes lobby találkozókon keresik meg a biztosokat, illetve a kabinetjük tagjait. A
Nagyon komoly befolyása van az iparági szövetségeknek, ez az első nagy állításom. Itt a felvezetőben is elhangzott, hogy a nagy amerikai cégek, illetve nagy amerikai-európai vállalatok nagyon gyakori vendégei az Európai Uniós biztosoknak, és hát nem maradnak le a listáról azt mondom, hogy politikai közéleti tevékenységet folytató, vagy annak a határán mozgó nem kormányzati szervezetek sem. Azt lehet tudni, hogy mely biztosok aktívak ezen a téren az NGO-kkal való kapcsolattartásban? A Jourová biztosasszony, a Johansson, a Franz Timmermans, ők legalábbis ami Franz Timmermans illeti mind az elmúlt ciklusban, mint pedig a mostani elmúlt fél évben nagyon aktívan tartották a kapcsolatot ezekkel az NGO-kkal. Nagyon érdekes megnézni, hogy ha Timmermansnak már nincsen köze az új portfóliójában, ugye a zöld dolgokért felel, nincsen köze a jogállamiság kérdéséhez, mégis olyan NGO-kkal tartja a kapcsolatot, amelyek leginkább a jogállamiság, emberi jogok témájában aktívak az európai politikai térben. Ebből milyen következtetéseket vonhatunk le? Hát az, hogy ez nem is feltétlenül politikáról, vagy nem csak politikáról szól, hanem a személyes kapcsolatok olyan mélyen beágyazottak ezen NGO-k részéről a bizottságban, amelyek ciklusoktól függetlenül fennmaradnak. Beszéltünk itt már érintőlegesen a vállalatokkal való kapcsolattartásról. Erről mit lehet tudni, mely vállalatok? Itt az amerikaiakat már említette, de jól emlékszem, akkor a német cégek is kiemelt helyen szerepelnek. Így van. Ugye a tech cégeknek a dominanciája mind a vállalatok rangsorában, mind egyes biztosoknak az agendájából nyilvánvaló. Facebook, Google, Twitter és több a Silicon Valley-ből származó amerikai cég. Felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán itt Európai Unióról beszélünk-e, amikor az Egyesült Államoknak a befolyása ilyen erős. Az is látszik, hogy az európai cégek szinte kizárólag nyugat-európai cégek. Tehát ma egy kelet-európai, kelet-közép-európai, nem akarok ilyeneket mondani, hogy EU-14-ból, tehát 2004 után csatlakozott államból származó tagállam cégének bejutni egy biztoshoz sokkal kisebb esélye van, úgy tűnik. És valóban, ahogy említette, a német cégek dominanciája jelentős, francia cégek, svéd cégek találhatóak ezen a listán. Még visszatérve picit von der Leyenre, az is elgondolkodható, hogy von der Leyennek minden nyolcadik két oldalú találkozója valamilyen német partnerrel, köztük német cégekkel zajlott. Kovács Attilának köszönjük az elemzést. Köszönöm szépen a meghívást.